Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket. Mai műsorunkban először a szürettel foglalkozunk, majd gazdasági kérdésekkel a koronavírus járvány lehetséges második hulláma kapcsán. Stábunk ott járt egy felújított orvosi rendelő átadásán is, és persze mai adásunkból sem hiányozhat egy kis szakképzés. Tartsanak velünk! Megkezdődött a szüret. Ilyenkor nem csak az egy izgalmas kérdés, hogy milyen lesz a bor minősége, hanem az is, hogy egyáltalán mennyi lesz belőle. A témát több borásszal elemeztük, mutatjuk 2020-ban ki mire számít. Pakolják a ládákba a leszedett irsai olivért a szekszádi borvidékhez tartozó szőlő ültetvényen még a nyár végén. A szekszádi borvidéki tanács elnöke azt mondja, kicsit később kezdődött meg a szüret a hűvösebb nyár miatt, mint a korábbi években. Átlagosnak számít a szüreti időpont. Tavaly ilyenkor már túl voltunk az első szüreten, tavaly előtt pedig meg azt hiszem augusztus 8-a volt az első szüreti időpontunk, úgyhogy ebből azért látszik, hogy egy picit tolódik a szüret, és hát vélhetően ez a kékfajtáknál is ugyanígy igaz lesz. Néztünk már oportőültetvényt is a borvidéken, úgy satszoltuk, hogy augusztus legvége, szeptember elejére csúszik majd a szüret. Hát most mondom ezt, hogy csúszik, de alapvetően a normál kerékvárásba állt vissza minden. Ugye picit azért hűvösebb volt a nyár, és nincs az a nagyon korai érés, mint ami eddig volt. Hát bízunk benne, hogy azért a paraméterek azért szépek lesznek. Én egy átlagosnak mondanám egyébként az idei évet, növényvédelem szempontjából is. És a mennyiség? Mennyiségek eddig jól alakulnak, a sok évi átlagnak megfelelő mennyiségek. Így az első születek alapján egyelőre pont ugyanannyi, mint a sok évi átlag. Aztán majd ugye a többit majd meglátjuk, mert még azért sokat kínálszanak az ültetvények. Hogyha szép száraz őszünk van, akkor nyilván szép lesz az évjárat is, ugyanakkor, hogyha nagyon csapadékos idő lesz, akkor azért sok problémát okozhat ez még a szőlőben. Ugye pont itt a tegnapi nagy zivatarokat mi azért itt viszonylag jól megúsztuk a szekszárdi borvidéken, ellentétben Bajával, szegények. De ettől függetlenül azért oda kell figyelni, mert a korai szőlőknél azért most már a cukrosodás folyamat azért beindult. Ez a sok csapadék, ami mostanság hullik, azért kihívások elé állít minket, tehát a rothadás az elindulhat. Oda kell figyelni, nem árt egyébként, mint ahogy itt mögöttünk is látjuk ennél a fehér szőlőnél, egyébként egy rajnőriznek, hogy eléggé szellős a fürdzóna, hogy minél hamarabb kiszáradjon, hogy egy picit azért segítsen a légmozgás is itt a betegségekkel szemben a védekezésben. Egy kis csúszás van, mert mindig augusztus 20-a előtt az irsait már leszedtük, most egy hét csúszás van, de úgy néz ki, hogy a minőség az nagyon jó, a mennyiség is jó, úgyhogy hát szerintem nagyon jó évjárat lesz a koraiakra. A későbbieknél meg, hogyha ilyen idő marad, süt a nap, meleg lesz, akkor lehet, hogy megint egy csúcs évjáratunk lesz. Egy Nero szőlőt szedünk, rozénak. Tehát még a komolyabb vörösborok azok még szépen beszíneződtek, de még várni kell velük. Mennyiség szempontjából? Hát én azt hiszem, hogy nem sokkal kevesebb, mint az átlag. Egy-két hetet látom, hogy úgy meg van csúszva. Tehát a Nérót is tavaly 14-én szedtük, és most ugye 26-án szedjük. Szépen színesedik, de azért még nem teljesedett be teljesen a színezője is. Szépen felső fele az még jobban egy kicsit halványabb, a külső fele, ami napot, több napot kap, az erőteljesebben látszik már az érésnek a jele, de az életnek, a szőlőnek is még van bőven ideje. Augusztus végén a kék frankost vette górcső alá Urbán Péter borász. Ők 1,5 millió kilogramm szőlő szüretelését tervezik az idei évben. Nálunk a valószínűleg a szeptember első hetében fog indulni a szüret, várhatóan elég nagyobb területtel rendelkezünk portugízzel, a bátaszék ültetvényeken ott fogunk kezdeni, illetve a Sauvignon Blanc szőlőfajtával. Azután már úgy gondolom, hogy be fognak elérni azok a Pinot Noir szőlők is, amelyeket rozéknak akarunk készíteni. Én meglátásom szerint ez a szeptember első hete lesz az indulás időpontja. A szőlő érettségét több szempont alapján nézzük. A
mindenki tudja, hogy igazából a cukortartalom a legfontosabb, hiszen a mustfokolás az egy alapfeltétel, hogy megfelelő alkoholtartalommal rendelkezzenek azok a borok, de ez mellett azért többségében már nézzük a sav összetételét, a pH értékét, illetve a fenolikus érettségét is figyeljük, ez akár lehet a magnak a színezék választása, színezettségét nézzük, hogy milyenek a héjnak a színanyagai, hogyha kékszőlőfajtáról beszélünk, de azért nem múlik el az se, hogy megkóstoljuk a szőlőt is, a jó ízűe, tiszta, egészséges, hiszen az adja az alapját a jó bornak, a tiszta, egészséges, jó szőlő. Mind a mennyiségét, mind a minőségét tekintve jó évre számít a borász, de az ősz csapadékossága még változtathat ezen. Hűvös május-június következtében a szőlők egy picit az előző évekhez képest csúszva vannak, megcsúszottabban érik a szőlő, viszont ha egy szép száraz őszünk lesz, akkor én egy nagy évjáratot is várok, de hogyha csapadékosabb a fordul, akkor egy kicsit nehezebb dolgunk lesz. Országos szinten tavaly több mint 4 millió mázsa szőlőt szüreteltek a magyar gazdák, és nagyjából 3 millió hektoliter körüli bor készült. Végig kíséri-e 2020-at a koronavírus járvány? Ezt egyelőre nem lehet tudni, de a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál már készülnek a második hullámra. Ezért a szervezet szakértői felmérik, hogy milyen kormányzati intézkedéseket látnának indokoltnak a járvány által legsúlyosabban érintett vállalkozások. Március 16-án állította le a kormány az autós iskolák képzéseit a koronavírus terjedése miatt. Onnantól több mint egy hónapon keresztül legfeljebb interneten taníthattak elméletet az oktatók. Az annyit jelenti, hogy gyakorlati oktatás elméleti képzés teljes mértékben szünetelt, a távoktatásban lehetőség volt arra, hogy a tanfolyamokat elvégezzék a tanulók, és május 20-áig körülbelül ez az egész szünetelt, mindenki otthon volt, oktatást nem engedélyezték az oktatást, és 20-ától indult az egész újra. Az emiatt feltorlódott hallgatóikat csak nemrégen kezdhették el felkészíteni a vizsgákra, új diákokat viszont ezért nem tudnak vállalni, így pénztől esnek el. Minden rengeteg a munka. Dolgozunk, igyekszünk rajta, de hát sajnos ugye fogunk visszatérni, ahol voltunk valószínűséggel. Mi a tavaly, vagy múlt héttől kezdve már kértük a tanulóinkat, hogy maszkot mindenképpen használjanak, ez még nem volt kötelező. Szeptember 1-től kötelezővé tették a vizsgán úgy a tanulónak, vizsgabiztosnak, mint az oktatónak a maszknak a viselését, és hát sajnos arra számítunk, hogy előbb-utóbb ez vissza fog ütni, és megint meg kell, hogy majd állítsák bennünket. Most újra belobbanni látszik a járvány. Gul Csaba, a turboautós iskola vezetője azt mondja, ha újra leállítja a kormány a képzéseket, munkahiány több autós iskola egyszerűen tönkre mehet. Annak idején bíztunk benne, ugyanúgy, mint a taxisok, hogy kapunk mi is valami kedvezményt. Az autós iskolák nem kaptak semmi kedvezményt. Mindenki azért próbál most dolgozni, amennyit lehet, hogy valamennyi tartalékot össze tudjon gyűjteni, és ezek a tartalékkal valahogyan ki. Az országban 4500 autós oktató dolgozik, még náluk is többen vannak, akik például vendéglátással keresik a kenyerüket. Csak az éttermek és a kocsmák bezárásakor összesen több mint 160 ezer hazai munkavállaló megélhetése került veszélybe az első hullám idején. Májusban a munkanélküliek átlagos létszáma az országban 215 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,7%-os volt. Ebben a hónapban 97 ezerrel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel korábban. Május volt az első teljes hónap, amikor már érezhetőek voltak a koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségek. Akkor az előző hónaphoz képest a munkanélküliek száma 28 ezer fővel nőtt. A leépítések Tolna megyét sem kímélték, ezt mondja a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Ahol komoly gondot okozott, az a vendéglátás, turizmus, szolgáltatás, és kisebb mértékben az építőipar és az ipar. Azok közül, akik a járvány miatt veszítették el az állásukat, sokan már újra találtak munkát, ám a koronavírus okozta válság leküzdése még sokáig fog tartani. A megyei kereskedelmi és iparkamaránál pedig már a második hullámra való felkészülésen dolgoznak. Kérdőívet állítanak össze, amit a járvány által legsúlyosabban érintett vállalkozásokhoz juttatnak el. Ez egy kérdőív lesz, ezt az összes érintett vállalkozónak ki fogjuk küldeni. Most készül meg, a jövő hétre kész lesz a kérdőív, valamennyi vállalkozót megkeresünk, és hát rövid időn belül várunk tőlük választ, és ennek megfelelően egyrészt megnézzük a megyei adatokat, másrészt ennek a tanulságát fölküldjük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, hogy hát országosan is tudják ezt hasznosítani. Szeretnék tudni, hogy mi a legtöbb nálunk a vendéglátás turizmus területén, hogy hogyan állnak a vállalkozók,
és milyen intézkedéseket várnak, hogy gyakorlatilag a nem csekély visszaesés megforduljon a következő időszakban. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara felmérése szeptember 2. hetén kezdődik, az eredményeket pedig továbbítják majd a kamara országos szervezetéhez, hogy azokról érdemi tárgyalások kezdődhessenek a kormánnyal. Több mint 40 éves orvosi rendelőt korszerűsítettek Aparhanton a Magyar Falu program keretében. A 35 millió forintos beruházásnak köszönhetően nem csak kívülről újult meg az épület, hanem belülről is. Orvosi eszközöket, bútorokat, betegágyat, pelenkázót is beszereztek a pályázati forrásból. Az átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, az elmúlt években jelentősen élhetőbbé váltak a kisebb települések. Hivatalosan is átadták az új orvosi rendelőt Aparhanton. A helyiek és a rendelő dolgozói is régóta vártak már erre a pillanatra. Bonyhádon vagyok házi orvos, ez viszont a helyettesített körzetem. 14 hónapja vagyok itt helyettes házi orvos. Nagyon-nagyon aktuális volt ennek a rendelőnek a felújítása. Cirka 800 beteget látunk itt el. Elég kezdetleges állapotok voltak itt. Ugye itt elment a házi orvos, aztán egyik helyettes, másik helyettes. Szóval senkié se volt tulajdonképpen úgy, hogy nem volt gazdája. Hát reméljük, hogy most már ilyen szép lesz, akkor valaki megpályázza ezt az állást, de hát addig is szívesen helyettesítek, mert jó itt dolgozni, jó helyesek az emberek. A község polgármestere azt mondta, több mint 40 éves épületet újítottak fel a Magyar Falu programból elnyert összegből. Erre azért is szükség volt, mert Aparhanta központja az orvosi és a védőnői szolgálatnak is. Mucsvay és Nagyvejke is ide tartozik. Ez a rendelő működött korábban, az 1970-es évek közepén építették, azóta csak kis horderejű felújítások voltak az épületen, úgyhogy nagyon időszerű volt a felújítás, és régóta vártuk, hogy sikerüljön a beruházás. Bútorok érkeztek most, hiszen azok is elavultak voltak, úgyhogy biztosítani szerettük volna a megfelelő munkakörülményeket. Új íróasztalok, székek, betegágy, pelenkázó került most beszerzésre, illetve az a házi orvossal egyeztetve különböző eszközök jönnek még a hónap végén. Az átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban jelentősen bővültek az elérhető szolgáltatások a térségben, így élhetőbbé váltak a kisebb települések, köztük Aparhant is. Fontos céljuk továbbá a modern egészségügyi alapellátás biztosítása a lakosság számára. 33 millió forintból készült el ez a beruházás, illetve annak az ellátása. Szerintem ez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy sokkal otthonosabbá és szebbé vált itt a rendelés. A munkakörülmények, illetve a betegeket is sokkal szebb körülmények és jobb körülmények között tudják várni. Az elmúlt időszakban több nyertes pályázat is volt itt Aparhanton. Itt a közelünkben lévő szabadidőpark is egy fitnesszparkkal bővült, ezen kívül járdaépítésre is elnyerte összegeket a település testvérvárosi vagy testvértelepülési kapcsolatok kiépítésére is van egy nyertes pályázatuk. A mostani fejlesztés jó voltából korszerűbbé és nagyobbá váltak az aparhanti orvosi rendelő helységei. A mozgáskorlátozottak számára is megközelíthetővé vált. Továbbá kicserélték a tetőket, ajtókat, ablakokat, megújult a fűtési rendszer és a hőszigetelés is megtörtént. Becsöngettek. Ami azt jelenti, hogy megkezdték tanulmányaikat nem csak az általános, de a középiskolások is. Például a szakképző iskolába, technikumba járók, akikre most egy teljesen megújult szakképzési rendszer várt. Szakértők szerint ennek egyik pillére az 5 éves technikumi rendszer, melyben számos piacképes szakmát lehet úgy elsajátítani, hogy közben érettségit is szereznek a diákok. A technikumi képzés egyik sajátossága, hogy megkönnyíti a felsőoktatásba történő belépést. A képzés során ráadásul ösztöndíjat kapnak a diákok, az eredményes vizsgát követően pedig akár több százezer forintos sikerdíj is járhat nekik. Mindenről a Tolna megyei Szakképzési Centrum főigazgatója Csapó Gábor beszélt a Hozam magazin egy korábbi anyagában, amelyet most megismétlünk.
Idén tovább nőtt a szakképzésbe jelentkező nyolcadikosok száma. A középfokú oktatásban tovább tanulók csaknem kétharmada a megújuló szakképzést választotta. Ez azt jelenti, hogy ősztől közel 34 ezer diák kezdi meg a tanulmányait az új rendszerben. Ez sokkal nagyobb szám, mint az előző másfél évtizedben bármikor, tájékoztatott az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményében. Megújult ugyanis a szakképzés Magyarországon. 5 éves technikumi rendszert vezettek be. Nagyon nagy örömmel tudok arról beszámolni, hogy egyre népszerűbb a megújuló szakképzés új iskolatípusa a technikum, hiszen egy csomó vonzó új lehetőséget kínál úgy a tanulók számára, mint a családjaik számára, mint a duális partnerek számára. Az egyik és talán legérdekesebb, hogy ebben az 5 éves iskolatípus képzésben egyszerre szerezhetnek a tanulók érettségit és szakmát. De ami talán a tanuló számára legfontosabb, hogyha itt végez, akkor biztos munka lehetősége lesz a munkaerőpiacon, úgy Tolna megyében, mint a tágabb értelembe vett régióban. Ugyanazokból a tantárgyakból kell érettségit tenniük az idejáróknak, mint a gimnazistáknak. 12. év végén 3 tantárgyból tehet közismereti tárgyból előrehozott érettségit, majd a 13. évén végén kell letegye a technikusi vizsgát. Én azt gondolom, hogy ezáltal lényegesen egyenletesebbé válik minden tanulónak a terhelése. De amit a cégek már nagyon régóta fogalmaznak meg igényt, hogy használható nyelvtudással rendelkezzen az iskolából kikerülő tanuló, én azt gondolom, hogy ennek a technikum biztos meg fog felelni, hiszen az 5 év során igen magas óraszámban tanulják a tanulók a nyelvet. Azt gondolom, hogy a cégek szempontjából is nagyon fontos változás, hogy hozzájuk igazodó kompetenciákkal fognak kikerülni a tanulók a munkaerőpiacra, és ez azt gondolom, hogy nagyon jó. A technikumi oklevél egyébként emelt szintű érettségének is számít, ami előny a felsőfokú képzés bejelentkezés során, mondta el az igazgató. Ráadásul az 5 év során megszerzett ismeretek birtokában a felsőoktatási időszak is nagyban lerövidülhet. Továbbá előnye a technikumi képzésnek, hogy a következő tanévtől teljesítményük alapján a diákok is többletjuttatást kapnak az új ösztöndíjak formájában. A kezdet-kezdetén 8000 forintos ösztöndíjat fog kapni, majd mikor a duális partnerekhez kerülnek a tanulók, akkor ez már korrekt munkabérré fog alakulni, és hát fog kapni egy egyszeri sikerdíjat akkor, amikor végez a tanuló és leteszi sikeresen a szakmai vizsgáját. Ennek összege egyszeri akár 300000 forint is lehet. A sikerdíj összege szintén a tanulmányi eredménytől és a munkavégzés minőségétől függ majd. Csapó Gábor azt mondja, a most érettségizők is jelentkezhetnek technikumi képzésre. Nekik 2 évet kell tanulniuk, hogy megszerezzék ezeket a végzettségeket. Sőt, még a jelenleg dolgozók is jelentkezhetnek technikumi képzésre. Mindazok, akik munka mellett tanulni vágynak, azoknak is lesz lehetőségük ezen képzési típusra jelentkezni, de szeptembertől egy egészen új, megújult módon. A felnőttek képzése annyiban megújul, hogy mindazok, akik bennünket választanak, egy előzetes tudásmérésen kell átessenek, és amennyiben egy adott szakmához kapcsolódóan rendelkeznek alaptudással, valamiféle képességgel, készséggel, úgy ezt már nem kell elsajátítsák a képzés során, és egy munkához igazodó, sokkal rugalmasabb rendben fogják tudni megszerezni a technikus képesítésüket a jövőben. Csapó Gábor elmondta, tagintézményeikben vannak még szabad helyek, így a következő hetekben lehet még a technikumba jelentkezni. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei Szakképzési Centrum, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.